Adóügyi módosításokra készül a kormány, derül ki abból a dokumentumból, amelyet a pénzügyminisztérium közölt hivatalos honlapján. Már Csercs Alákú kormányfő is egyben államfőjelölt ma közölte, semmiképp nem fog nőni sem az áfa, sem az egységes adókulcs szintje. A Világbank ajánlásai alapján a kormány jövőre olyan adóreformot fog bevezetni, amelynek célja az adószabályok úgynevezett frissítése, illetve felülvizsgálata. A kormány 7 évre szóló adóügyi tervét egy több mint 120 oldalas jelentésben továbbítja az Európai Bizottságnak. A hírre a gazdasági szakértők pesszimistán reagáltak. Zömük szerint elkerülhetetlen jövőben az adóemelés, ellenkező esetben a kormány nem lesz képes kordában tartani az elrugaszkodó költségvetési hiányt. Márpedig a kabinet az Európai Bizottsággal való megállapodásban vállalta, hogy az elkövetkező 7 év alatt 3% alá csökkenti a deficitet. Ez azonban a közkiadások lefaragása, a beruházásokra fordított összegek növelése és nagy valószínűséggel adóemelések nélkül kivitelezhetetlen, állítják a szakértők. Bácsi Csolákú miniszterelnök, a PSZD államfőjelöltje újságírói kérdésekre válaszolva nyugtatni próbált. Én azt mondom, nem fog emelkedni az áfa, akár a karomra is feltetováltatom, ha szükséges. Nem nő az egységes adókulcs sem. Tudják, mennyi az egységes adókulcs? Ha tudják, akkor jó, annyi is marad. Hogyan emelhetnénk, amikor Európa szerte nálunk a legmagasabb a munkaadózása a kis és közepes bérekre? Melyik épeszű ember tenne ilyet? Úgy vélte, inkább adócsökkentésre van szükség, különösen a 26 év alatti fiatalok esetében. Csolákú azt is közölte, hogy támogatná az egészségügyi és oktatási szolgáltatások adóterhének csökkentését. Meglátása szerint a választási kampány után szükség lesz egy országos szintű tervre, amely egyenlő hozzáférést biztosítana az alapvető szolgáltatásokhoz.